Köszöntöm kedves nézőinket, a Szentesi Szentes és a romániai Dumbravicai Behel a televízióval közösen készített tájolóban. Igaz, hogy a szőlőszüret még messze van, de azt hiszem önöknek sincs ellenükre, ha a következő közel 10 percben benézünk egy borászatba. Egy Temes megyei pincészetbe hívjuk önöket, ahol jobbnál jobb borok kóstolhatók. A mai adásunkban a Temes megyei Rékásvárosba látogatunk. Ez a város a minőségi borairól híresült el. Úgy gondolom, hogy nincs ember, aki ne kóstolta volna a rékási borokat. Jelenleg az egyik szőlősdombon vagyunk, meg fogjuk tekinteni azt a folyamatot, ami a szőlőérésétől a bor készítéséig tart. Elindulunk a helyi borászatba vagy a borgyárba. De la recoltare până în momentul în care ajunge la dumneavoastră în pahar sub formă de vin. Deci în continuare o să mergem să vizităm și fabrica din Recaș. A mai kalandozásaink a szőlőültetvényeknél kezdődnek. Jókor érkezünk, most van a szület, megnézzük a betakarítás folyamatát. A szőlőszedését szeptember elején kezdik el, utána egy kis szünet következik. Októberben a munkások visszatérnek, és az ott maradt későbbi fajtákat is leszedik. Ma két fajta, egy fehér és egy vörösbornak való szőlőt láttunk. A fehér egy román fajta, a neve Mustoasa, míg a vörös a Cabernet, ami Franciaországból származik. A legrégibb írások erről a borászatról 1447. november 11-től valók. Az írásokból kiderül, hogy Mihály de Korna, Csornai Mihály, Szörényi báró vásárolta 32 aranyforintért bizonyos Magyar János és Katalintól. Ez egy borászati eszköz 1840-ből, ami még működőképes. Megérkeztünk a borgyárba, vagyis a borászatba, aminek a laboratóriumában fogunk érdeklődni. A rékási bor atya, a készítés legfontosabb embere, az ausztrál Hartley Smith Hirst borász. Tőle kérünk adatokat a bor készítéséről. Cu el vom discuta unele detalii despre fabricarea vinului la Recaș. Mióta tartózkodik itt Rékáson? Már 7 éve, hogy itt vagyok. Mi a szerepe a bor készítésében? Borász vagyok. A szőlővel foglalkozom, kiválasztom a megfelelő fajtát, majd tovább válogatva külön tesszük a minőségi bornak való szőlőt az olcsóbb bornak valótól. Azután a forrás folyamatát, a hőmérsékletet, a hordókat ellenőrizem. Szóval kiválasztom azt, ami a legjobb a szőlőben, átalakítom a legjobb szőlőt a legjobb borrá. The yeast we use, things like that, and tasting all the time. So it's basically taking what's in the vineyard, the quality of the fruit in the vineyard, and transforming it into a quality wine for the bottle. Milyen változások történtek, amióta ön itt van? Hogy volt régen, és milyen ma?
Az utolsó években fejlődésben vagyunk. Modern berendezésre költöttünk, és a régi tőkéket új fajtákra cseréltük. Ezek a beruházások kis lépések a fejlődés útján. Mindenek előtt megváltoztattuk a gyártás technológiáját, ezzel megnövelve a bor minőségét. Újfajta borokat állítottunk elő az újonnan telepített szőlők keveréséből. Például az egyik fehér borunk, a Solo Quintán Németországban egy versenyen aranyérmet nyert. Jelenleg Romániában ez a legjobb fehér bor, aminek nagyon örülünk. Másfajta borokat is gyártunk, a meglévőket pedig minőségileg tovább fejlesztjük. We've created various new products, the new labels to go with them, based on the new varieties and different blends and the way we work with them. So Solo Quinta is one example of that. It's been going for a few years now. We're very happy with it. It recently won a gold medal at the Mundus Vini in Germany, and so it's widely recognized as the best white wine in Romania now. In addition to that, we've been working with Shiraz as a new variety, and but most of our work has been with the standard varieties, Cabernet, Merlot, Shiraz, Fediasca, Chardonnay, and they're all producing good results. Most a borászatot látogatjuk meg. Kint a szőlődarálókat látjuk, a préseket, ami a szőlő zamatos levét elválasztja a szárától, és a kádakat, amibe a bort érlelik. A rékási borászat a legmodernebb gépekkel van felszerelve. Itt nagy a tisztaság, és minden ragyog. Az óriási tartályok, amik 40 ezer és 80 ezer literesek, nagyon szépek és újak. Aki a rékási borászatot, a szőlőt, a gyárat, a pincéket meg akarja látogatni, annak számítani kell legalább egy fél napra. Miután a borkóstoló megtörtént, itt helyben lehet enni, ebédelni is. Eljött a borkóstolás ideje. Mi egy 2011-es évjáratú rékási száraz vörösbort választottunk. Következik a kóstolás. Először forgatjuk a bort a pohárban, hogy az illatok érződjenek, megszagoljuk, majd megízleljük. Az önök egészségére iszom. Nagyon finom. Excellent. Sănătate. A borászat a turisták előtt nyitva van, szép számmal jönnek is az élményért, hogy egy jó bort kóstolhassanak. Az itteni atmoszféra illata szinte legendába illő. Meglátogattuk a rékási bor kiállítást, ahol a helyi pincészetek borait mutatják be.
A legrégebbi bor 1968-as évjáratú, a legdrágábbat pedig 1000 euróért vette meg egy bukaresti szakértő. Cea mai scumpă sticlă a fost vândută cu 1000 de euro unui client din București. Reméljük, hogy felkeltettük az érdeklődésüket ezzel a kis filmmel. Să ne urmăriți și săptămâna viitoare pentru o nouă hoină reală. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc o săptămână memorabil de bună. Corina vagyok, a kedves barátaimnak szép hetet kívánok. A Bácska szívében elterülő Bács-Fekete-hegy, vagy régiesebb nevén Feketics lakosságát, akiket a kunok kései leszármazottainak tartanak, a mai Magyarországról, Nagykunság területéről telepítették református magyarokkal 1785-ben. A település történelme utolsó száz évének meghatározó tevékenysége a megytermesztés. A Bács-Fekete-hegyi Fekete-megy ma már messzeföldön híres. Sokan talán el sem hiszik, hogy a Kárpát-medencében van még olyan gyümölcs, ami vegyszeres kezelés nélkül is nagy sikerrel termeszthető, és emellett is magas beltartalmi értékkel rendelkezik. Ilyen a Bács-Fekete-hegyi megy, Bács-Fekete-hegyen jártunk, ahol éppen megynapokat ünnepelnek. Június 6-a és 8-a között a jubileumok jegyében zajlott Bács-Fekete-hegyen a falunap és a megynapok rendezvény sorozata. A középbácskai falu utolsó száz évének történelmében meghatározó szerepet játszott a megytermesztés, idén pedig már 10. alkalommal ünnepelték egyszerre a falunapot és a megynapokat, de most van egy éve, hogy a már régóta messzeföldön híres Bács-Fekete-hegyi Fekete Meggyet Préma néven hivatalosan is önálló fajtaként ismerték el. A falunapi programok keretében a Kultúrotthon nagy termében Szakácsné Kozári Piroska pécsi művész tárlatbemutatójának megnyitója után Kóris József helytörténész a Sárközi Ferencről elnevezett tájmúzeumba kalauzolta az érdeklődőket. Az egykori használati tárgyakat bemutatva egyben a falu történelme is a látogatók elé tárult. A megynapoknak már hagyományos programja a látogatás a Horkai család meggyesébe, valamint a Lódi boros pincébe is. Családunkban ez egy hosszú tradíció maga a megytermesztés. Nagyapámnak annak idején 70-es években 600 megyfája volt, ugye ő neki akkor ő kistermelőnek számított. Most ugye utána ugye apum vette át, ő folyamatosan kitartott a megytermesztés mellett, és az elmúlt 10 évben én vettem át így a megytermesztés, így folyamatosan kitartott a család benne, és jelen pillanatban 550 megyfa van a családban. Úgy tudom, hogy a szelekcióba is besegítettél. Hát igen, én még ezt a szelekciós munkát én 2002-ben, 2001-ben kezdtem, a szakdolgozatom is ez volt, egy megytípusoknak az összehasonlító értékelése. Én Budapesten diplomáltam, és ez volt már a szakdolgozatom akkor, és hát azóta ugye elkezdtük ezt a szelekciós munkát, és aminek meg is lett az eredmény, hogy tavalyi évben egy elismert megyfajta lett a Feketici megyből Prima néven levédve. A Bács-Fekete-hegyi vörösborok ízében ugyanazt a zamatot fedezhetjük fel, amit a meggy ízében is. A híresztelésekkel ellentétben a borászok nem tesznek azonban meggyet a borba, hanem a talaj összetétele és a jellegzetes mikroklíma alakítja ki a hasonló ízvilágot. A Terecskei dombok talaja nagyon megfelel a gyümölcs és a szőlőtermesztésre. Elsősorban a boraink nagyon szép savval rendelkeznek, és mint tudjuk, a bornak a gerince, ezek az ízhordozók több évig eltartatóak, sokkal üdébbek, sokkal frissebbek. A vörösboroknál pedig ugye egy újabb talaj tulajdonság mutatkozik ki, ez a meggyíz, amiről a falunk híres, és ez minden vörösborunkban, ez az enyhe meggyíz megtalálható.
Még olyan véleményeket is hallottam, hogy azért olyan finomak újabban a bácsfeketehegyi borok, mert meggyel nemesítik őket, de hát úgy néz ki, hogy csak a meggy is és a szőlő is ugyanabból a talajból táplálkozik, ugye? Tehát van meggy a borban? Nincs meggy a borban, hanem egyszerűen ilyen nagyon sok festékanyagot és nagyon sok vasat hoz fel a szőlő is a talajban, ugyanúgy, mint a meggyfa, és ezért érződik a hasonlóság rajtuk. A számos rangos és ismert meghívott vendég közül dr. Molnár Viktor tartományi mezőgazdasági segédtitkár már tavaly is itt járt a feketicsi megynapokon. Idén is hangsúlyozta, hogy a titkárság különféle formában támogatja a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek előállítását, valamint a tájjellegű gazdálkodás fenntartását. A mezőgazdasági titkárság felismeri annak a fontosságát, hogy a helyi jellegű rendezvények megtartása az bizonyos megtartó erővel bír, hagyományőrző szereppel, és hát egy bizonyos módon, pályázaton keresztül lehetőségük van úgy a helyi közösségeknek, önkormányzatoknak, illetve civil szervezeteknek pályázni is nálunk rendezvények szervezése kapcsán. Tulajdonképpen a másik része pedig, ami konkrétan a feketicsi meggyet illeti, ugyebár az eredet védés az is egy fontos dolog, és ezt is támogatja a mezőgazdasági titkárság hasonló esetekben egy másik pályázaton keresztül. Orosz Kálmán, a helyi gazdakör elnöke elmondta, hogy a feketicsi megy az egyetlen olyan hivatalosan elismert gyümölcsfajta Szerbiában, melynek okiratában nem egy tudományos kutatóintézet, hanem a gazdakör szerepel, mint a fajta tulajdonosa. A bácsfeketehegyi megy nagy előnye, hogy kiváló a beltartalmi értéke, korai érésű és nem igényel semmilyen vegyszeres kezelést. Orosz Kálmán egy olyan paradoxonra is felhívta a figyelmet, hogy amikor a közelmúltban a potenciális vevőknek a megyről, mint vegyszermentesen termesztett bioélelmiszerről beszélt, kétségbe vonták, hogy ilyen gyümölcs még létezik itt a tájainkon. Valóban el van ismerve egy külön fajtaként Prima néven, de el kell, hogy jussunk még addig, hogy ez egy meghatározott technológiai vizsgálatokon is keresztül lassan ahhoz, hogy egy meghatározott elismervén tudjunk mellé nyújtani, hogy mint bioterméket tudjunk a továbbiakba forgalmazni. Hát amikor elmeséltem ezeknek a szelencséieknek a kiállításon, hogy ez a mi megyünk olyan, hogy ezt nem kell ültetni, hanem írtani kell, mert úgy nő nálunk, mint a tarack, kiköpjük a magját, és az fává lesz, és teremni tud, és akkora fává tud lenni, hogy egy-egy fa tud teremni 80-100 kg megyet is, akkor úgy néztek rá, mint a Holdról jöttem volna. A fajta hivatalos elismeréséhez szükséges évekig tartó megfigyeléseket és összehasonlító kutatásokat a Zimonyi és a Csácsaki intézetekben végezték. A gazdakör elnöke elmondta, hogy ezzel kapcsolatban külön köszönettel tartoznak dr. Apostol János magyarországi növénynemesítő egyetemi tanárnak, aki annak idején kiválogatta a legjellemzőbb példányokat. Dr. Sípos Béla Zoltán nyugalmazott egyetemi tanár, dr. Vladislav Ognyanov az Újvidéki Egyetem tanára, valamint Alekszandár Tabákovics, a mezőgazdasági minisztérium fajta elismerési osztályvezetője szintén köszönetet érdemel. A megytermesztés a múlt század 70-es éveiben érte el a csúcsát a faluban, amikor évente 50 vagonnal is felvásároltak. Az utóbbi években ismét fellendülőben van ez a tevékenység. Most is van gazdasági jelentősége, viszont a 70-es években volt a legnagyobb gazdasági jelentősége, amikor 50 vagon tudtak egy hét alatt leszedni és átadni a feketicsiek. Hogy ez nagyon-nagyon komoly összeg volt, amely a faluba érkezett abban az egy hét alatt. Függetlenül attól, hogy mint szedők keresték-e meg, vagy mint az ültetvény tulajdonosa, hisz felébe szedték, és akkor ez egy nagyon komoly összeg volt, amikor, ahogy mondani szokták, apraja nagyja a falunak, mindenki meggyet szedett, és hát ez egy nagyon komoly gazdasági jelentősége volt. A kereskedők mondják, hogy akkor szoktak mindenféle technikai eszközöket rendelni, ami újdonság volt abban az időben, mert tudták, hogy akkor pénzt kapnak az emberek is, hát vásárolni fognak olyan dolgokat is, amit különben évközben nem tudtak megtenni. Azon kívül hát ez volt az első jövedelme a földműves embernek, ugye a buza még csak utána következett, a többi kapásnövényekről, hogy ne is beszéljünk, és hát sokszor a megyszedés véget, kicsit sopánkodva, fejcsóválva a
kapálást is elhanyagolták, mert hát ezt fontosabbnak tartották, ez azonnal pénzt és komoly pénzt jelentett abban az időben a termelőknek. Magának a megynek az eredetéről is vannak különféle történetek. Hát igen, én emlékszem, még gyerekkoromban volt egy ilyen történet, hogy a Bosznia területén szolgáló feketicsi katonák, hisz akkor az osztrák-magyar monarchiához tartozott Bosznia is, látták ott a megyfákat, szerették nagyon a gyümölcsfákat, szerették a szőlészetet, és hoztak haza ezekből a csemetékből is, hát így kezdett terjedni. A gyümölcs biotermékként hozható forgalomba, mert valóban nem igényel vegyszeres kezelést a termesztése. Előzőleg már megállapították, hogy a feketicsi megy az emberi szervezetre kedvező hatással bíró antioxidánsokat és flavonoidokat tartalmaz, emellett és nem utolsó sorban nagyon finom is. Szeretik az izgalmakat? Hát a kihívásokat? Tartsanak velünk szentesi kollégáink vezetésével a Kurca Parti Kalandparkba. Biztosan sokáig emlékezni fognak az ottani élményekre. Elsőre valóban olyan ijesztő, mint amilyennek tűnik, és másodjára is. Bátorság kell, hogy kiálljon az ember erre a pallóra, és várja, hogy mikor nyílik meg alatta a föld. De nem csak az óriás hinta a Kurcapart Kalandpark legizgalmosabb élményeleme. A park szentes központi részén a parkerdős területen fekszik, 1,6 hektáros területen. Szomszédságában található a 6 hektáros Széchenyi liget és a szentesi üdülőközpont az újonnan nyitó fedett uszodával. A park tökéletes zöldövezetben és mégis központi részen található. A délalföldi régió egyik legnagyobb és legkomplexebb összetételű kalandparkja minden korosztály számára tartogat meglepetéseket. Az biztosan, hogy az egyik legösszetettebb, még országos szinten is, hiszen olyan élményelemek is fölelhetők a kalandparkunkban, amely más parkban nem. Több mint 20 élményelemünk van összességébe véve, és a hagyományos értelemben vett kalandparki elemek természetesen megtalálhatók. Például a kötélpályák, a mászófal. A kötélpályákról tudni kell azt, hogy már 2-3 éves kortól teljesíthető kötélpályáink is vannak. Van olyan, ami 20 centi magasan megy, és hát van olyan, ami 7 méter magasan megy, tehát van gyermek, haladó gyermek, családi felnőtt, haladó felnőtt. Mindezeken kívül vannak tiroli különféle hosszúságú és magasságú tiroli kötélcsúszdáink, kötélpályáink, van egy 8 méter magas mászófalunk, két pályás, van bilder mászóterünk, óriás hintánk, ami szintén azért nem túl gyakori, és volt, aki leugrott, azt mondta, hogy életelőnél élménye volt, volt, aki ugyanezt mondta, de azt mondta, hogy soha többet nem próbálja ki, volt, aki négyszer állt egymás után sorba, hogy újra mehessen, tehát az egy bátorság próba is, de nagyon-nagyon tehát egy nagyon intenzív élmény és nagyon jó dolog szerintem. Ezen kívül van egy hatalmas rendezvénysátrunk, amelyekben különféle rendezvényeket bonyolítunk le. És hát találtunk egy trambulin, V-fly, ijászpálya, fúvócsőpálya, paintball pálya, airsoft pálya, disc golf pálya, crazy ball pálya. És még lehetne sorolni. Én az óriás hintával kezdtem, hiszen hogyan is beszélhetnék egy kalandparkról, ha nem próbáltam ki. Mondhatom, az elején túlestem a nehezén. Az óriás hinta után a kötélpályák már nem tűntek olyan félelmetesnek. Az óriás hintet én sem bírtam ki hang nélkül, de látva a következő bátor vállalkozókat, ők sem. Nagyon ijesztő, főleg amikor kimegy a
lábam alól a támasztás. Nem bírtam kisikor nélkül. És volt, aki alig tudott választani, hogy melyik tetszett neki a legjobban. Az összeset kipróbáltam, és legjobban a falmászás tetszett. A parkban található gyermekkalandterep is, ami már egy éves kortól nyújt nagyszerű szórakozási lehetőségeket a legkisebbek számára. Bár a park a kalandozni vágyók paradicsoma, az akadálymentesített kialakításnak és a változatos élményelemeknek köszönhetően többféle szórakozási lehetőséget kínál az idősebb korosztály számára is. De persze a gyerekek élvezik a legjobban a kalandozást. Itt négy pályás trambulinunk van, illetve mellett a V-Fly pályánk, vagy V-Fly asztalunk, az kétszemélyes, és hát a gyermekeknél ugye óriási. Azt tapasztalom egyébként, hogy a gyerekeknél is ebben is az a kunszt, amikor többen ugrálnak egyszer, akkor egymást nem mutogatják, hogy hogy ugranak. Tehát, hogyha egyedül ugrálnak, hamarabb megunják, de nagyon-nagyon szeretik, az tény. Homokkal borított az egész gyermekkalandterepünk, fából kialakított csodálatos állatos hajók, amit a gyerekek egyből kalózhajóvá avanzsáltak át. Egy olyan kalandvárunk, ahol 2-3 méter magasságban teljesen biztos, hogy zárt folyosókon tudnak közlekedni a gyermekek, és van libikókánk, hintánk, és minden egyéb, amire egy ilyen kis, olyan picike kis csúszdánk és mászókánk, ami a legeslegkisebb gyermekeknek való. Egy ilyen helyen a legfontosabb a biztonság. Mindenki, aki a kötélpályákat kipróbálja, a felszerelés felvétele után egy rövid oktatáson vesz részt, amikor a magaslati kötélpálya kezelők elmagyarázzák a számára, hogy mit, hogyan kell használni, és mit nem szabad csinálni. A pályákon több helyen is táblák figyelmeztetik a kalandozókat a biztonsági előírásokra. Az összes élményelemünk maximális biztonságú. A személyzetünk minden szükséges kiképzést megkapott, és az összes engedéllyel, igazolvánnyal rendelkeznek természetesen, de nekem az igazolványoknál jóval fontosabb az, hogy látom azt, hogy jól végzik a munkájukat. Tehát az a cég, aki vizsgáztatta őket, aki egyébként, többek között az a cég, aki vizsgáztatta őket, aki építette a parkot, az ország legnagyobb, tehát talán a legtöbb parkját ők építették tudomásom szerint, hatalmas tapasztalattal bírnak, itt voltak az elkezdő napon, nem szóltak bele a munkába, csak itt voltak, felügyelték az eseményeket, és a végén gyakorlatilag én arattam le a babért, amikor megdicsértek az, hogy egy nagyon-nagyon jó csapatot választottam. Kiszedtem össze, nagyon határozottan végezték a munkát. Több menekítés volt, mert ez a menekítés ez egy kicsit durván hangzik, nem annyira vészes, mint ahogy hangzik. Hát, ha valaki elfárad, mondjuk nem tud tovább menni, megijed, vagy egyszerűen csak besavasodik, elfárad, akkor a személyzetünk le tudja hozni a pályán. Bár a park nemrég nyitott, minden élményeleme nagy sikert aratott. A különböző korosztályoknak más és más volt a kedvence. Az egyik nagyslágerünk a Rodeobika volt, amiről egyébként nem is ejtettünk szót. Én azt gondolom, hogy az a rendezvények nagysláger lesz. Érdekes kis eszköz, mert a Rodeobikák közül is nagyon jó, hogy a szarvapír egy puha gumiból van, az egész állat gumiból van, tehát azon sem lehet megsérülni, közben szól a country zene folyamatosan, miközben megy, az is zseniális. A gyermekek imádták a kalandterepet és a trambulinokat, a V-Flight, a felnőttek imádták a nehéz tényleg, mert azt mondhatom, hogy mindenhol voltak. Amire nagyon nagy volt az érdeklődés, de még nem tudtuk megmutatni ugye a héliumos ballon, illetve már egy-két csapat jelezte részvételét, hamarosan a paintball pálya is beüzemelésre kerül. Az óriás hintát is sokat szerették. Azt gondolom, aki eljön ebbe a parkba, biztosan élményekkel tér haza, akármelyik élményelemet is választja, és jöhet családdal, barátokkal, vagy akár egyedül is. Mm.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük a figyelmüket, remélem jövő héten is találkozunk, viszontlátásra. Stábunk szállításáról a Becsei Prevost gondoskodott. A tájoló védnöke a Srpska Krajica étterem.